Akár napokig is eltarthat minden idők egyik legnagyobb tervezett áramkimaradása a San Francisco környékén. A régió közműszolgáltatója, a Pacific Gas and Electric előre közölte, hogy mintegy 800 ezer háztartásnak kell felkészülnie. A lépésre azért van szükség, mert a meteorológiai előrejelzések erős szelet és száraz időt jósolnak, az esetlegesen leszakadó vezetékek pedig tüzet okozhatnak, miként arra az elmúlt években több példa is akadt. Again. Rendkívül komolyan vesszük a figyelmeztetést, mindannyian tudjuk, milyen károkat képes okozni a tűz, nagyon ébernek kell lennünk, mondta Oakland polgármestere. A helyi lakosok közül sokan nehezen fogadták a hírt, mások inkább elmentek készleteket felhalmozni az áramkimaradásra készülve, ami 34 kaliforniai megyét érint és várhatóan csütörtökön is tart majd az elővigyázatosság indokolt. Tavaly Paradise város környékén 86 ember halt meg, amikor 60 ezer hektáron pusztított a tűz. Később kiderült a tragédiát a rosszul karban tartott közműfelszerelések okozták.